Korkapcsolás mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Skype túlsó végén pedig Robert Cikesztel, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Jó reggelt kívánok egy szomorú Jeruzsálemből. Volt egy terrortámadás az egyiptomi határon, és elesett egy katonalány, és két másik lövészkatona, gyalogos katona is elesett vele együtt, és ez igen szomorú dolog. Ugye, amikor ilyen nagyon érzéketlenek szeretnénk lenni, akkor azt mondjuk, hogy Izraelben mindennaposak az ilyen jellegű támadások, viszont látom, hogy Izraelben is, mint ahogy nyilván más nemzetnél is, minden egyes ember élet fontos, és minden egyes ember életnek az elvesztése megrázza az ottani lakosságot. Ti hogy tudtok ezzel napi szinten együtt élni? Az igazság az, hogy mikor állandóan történnek ilyen dolgok, és azért történnek ilyen dolgok, kéthavi, háromhavi szinten azért történik egy ilyen dolog, akkor az ember úgy föl van rá készülve lelkileg, hogy lesz egy ilyen hír. Ami megdöbbentő, mikor egy ilyen gimnazista lányal történik, aki még tegnap gimnazista volt, aztán egyenruhát töltött, és most egy ilyen könnyű gyalogsági alakulatnál szolgál. Ez egy nagyon érdekes, egy ilyen kevert alakulat fiúk, lányok együtt, és... ez fontos számításba venni, hogy egy jópofa dolog ez a G.I. Jane, meg minden, csak számításba kell venni, hogy ez a valódi dolog. Ez nem egy számítógépes játék, és nem Hollywood. Viszont talán Izraelnek ott más a hozzáállása a nyugathoz képest, hogy ilyenkor nem indulnak el petíciók azért, hogy tiltsák be a hadsereget, meg ezeket az alakulatokat, hanem az élet megy tovább, meg a küzdelem megy tovább, amennyire én ezt megértettem. Igen, mindenképpen. Tehát kell tanulni a hibákból. Nyilvánvaló, hogy történtek hibák, vagy valami nem volt rendben, hogyha a tekintve ennek az összecsapásnak az eredményeit. Csak voltak hasonló ilyen összecsapások a 60-as években. Volt egy nagyon híres összecsapás a Jordán völgyében, mikor 5 vagy 6 ezredes esett el egy terrorista csoport elleni harcban, és akkor föltevődik a kérdés, hogy miért érezte a szükséget annak a minden magasrangú tiszt, hogy ők rohamozzák meg a terroristákat, és nem hagyták ezt fiatalabbakra. Tehát ott is voltak ilyen hibák, és itt is valószínűleg is történtek ilyen hibák, és ezeket meg ki kell javítani, kell tanulni ebből az esetből, és az élet megy tovább. Na, arra gondolok, hogy 3 lányom van, és a nagyobbik egy olyan 4 év múlva már megy katonának, azért úgy, na, kellemetlen. Miközben egyébként többször az Ultrahang műsorában is elmondtad, hogy mennyire jónak tartod a katonaságot, illetve hogy milyen fontosnak, és hogy mennyit tesz hozzá egy fiatalnak az életéhez. Igen, abszolút, ezt én fönntartom, és azt hiszem, hogy ez a legjobb iskola, ami csak lehet. Tehát egy olyan katonai szolgálat, aminek valódi tartalma van, és valódi tétje van, és kétségtelen, hogy ez a lánykatona, aki elesett most ebben a csatában, valami fontosat akar csinálni a hadseregbe, és nem egy számítógépen dolgozni valahol egy irodában. És ennek van egy ára. Tehát olyan, mint az extrém sport, az extrém sportoknak is van egy veszélye, és van egy ára, itt is van egy veszély, és van egy ára ennek a dolognak is. Akkor én egy gyors szolgálati közleménnyel indítanék, és ez sem túl jó hír, ugyanakkor meg a segítségét kérném a kedves hallgatóknak, hogy van egy kedves munkatársunk, akinek a testvérét súlyos baleset érte, és ezért vérre lenne szüksége, minél többre, hogyha lehetséges, és arra kérjük a kedves hallgatókat, hogyha tehetik, akkor menjenek el vért adni irányított véradásra. Ennek a részleteit megtalálják egyébként a videónk leírásában található, a videónk leírásában. Jó magam is így fogok tenni. És akkor vágjunk bele a mai műsorunkba. Kezdjük akkor az orosz-ukrán háborúnak az aktuális híreivel. Most azok a legfrissebb hírek, hogy Zaporizsia, Luhanszk és Donyeck megyében is szárazföldi csapatokkal végrehajtott ukrán támadásokat jelentettek, orosz és ukrán források egyaránt. Közben Oroszország Belgorod megyéje továbbra is heves támadás alatt áll, a Szabad Oroszország Légió orosz hadifoglyokat ejtett. Ugye ez a 3 megyényi szárazföldi csapatokkal végrehajtott ukrán támadás. Nagyon érdekes, hogy vajon ez már az ukrán ellen támadás? Ez nagyon jó kérdés, és ez az $1 millió kérdés ezeknek a napoknak, hogy mikor indul ez a nagy ellentámadás. És én azt hiszem, hogy ez egy ilyen a nagy ellentámadás ilyen post-factum racionalizált ellentámadás lesz. Mire gondolok itt? Arra gondolok, hogy amit most látunk, azok ilyen próbálkozott támadások. Tehát ami volt az utóbbi 24 órában, az ukrán csapatok megpróbáltak 3 vagy 4 zászlóaj, tehát 2 páncélos zászlóaj, és talán még 3 gépesített lövészzászlóaj segítségével megpróbálták áttörni az orosz frontot a Donbasszi régiónak a déli részén. Most ez nem sikerült.
Nem sikerült. Ha ez sikerült volna, akkor azt mondták volna, hogy na, most kezdődik a nagy nyári ellentámadás. Tehát én azt hiszem, hogy ezt fogjuk látni. Nem azt fogjuk látni, hogy bejelentik előre, hogy kérem szépen június 6-án kezdődik a nagy ellentámadás, hanem valami sikert megpróbálnak kiaknázni, és azt mondani, hogy na, mikor már ez eladható lesz, akkor ez lesz a nagy nyári ellentámadás. Tehát ez egyik dolog. A másik dolog, amit el kell mondani, hogy van itt két időpont, ami megcáfolná azt, amit mondtam az előbb. Tehát van egy NATO csúcs, és van egy nagy NATO légihadgyakorlat, és ez a kettő is adhat egy apropót erre a támadásra, attól függetlenül, hogy sikerül-e egy ilyen kezdeti sikert elérni. Tehát én ezt a két forgatókönyvet láttam. Az egyik a kiaknázása egy helyi sikernek, a másik pedig ezekhez a dátumokhoz, vagy ezekhez az eseményekhez kapcsolódott támadás. És van egy harmadik lehetőség is, hogyha van erre még egy mondat erejéig, ezt én úgy hívom, hogy a pneumatikus offenzíva. Mikor semmi nem sikerül, akkor van egy kis offenzív, amit aztán alaposan fölfújnak, és akkor ez lesz a nagy ellentámadás, tudom én. És akkor ezért hívom pneumatikus offenzívának, mert bármilyen kicsi, és összecsukható, kinyitják, és mindig föl lehet fújni utána a médiával. Ugye a vilniuszi csúcs az július 11-12-én lesz, illetve ha jól tudom, akkor Németország vezetésével indul el a nagy NATO hadgyakorlat. Ez is nagy kérdés, hogy amikor a NATO hadgyakorlata zajlik, akkor közben kevésbé tudnak azokban a napokban Ukrajnára figyelni, vagy az a hadgyakorlat átcsaphat valami fajta összehangolt hadműveletbe, még ha nem is küldenek oda ténylegesen nyugati katonákat. Mondjuk úgy, hogy ha a épeszű ember ilyenkor úgy gondolkozik, vagy egy épeszű NATO úgy gondolkodik, hogy azt mondom Ukrajnának, hogy ez nem az az időpont, amikor elindítjátok a támadást. Tehát bármelyik időpont lehet, ekkor nem. Miért nem? Mert egy ilyen NATO légihadgyakorlat gyanúsan úgy néz ki az oroszok oldaláról nézve, mint egy NATO légioffenzív, ami megtámogatja az ukrán támadást. Tehát ez egy igen-igen veszélyes dolog. És ha bele akarjuk keverni, mondjuk teljesen egyértelmű, az ukránoknak meg ellentétes az érdeke. Mert mikor van egy ekkora több száz repülőgépet megmozgató NATO hadgyakorlat, akkor nyilvánvaló, hogy az orosz légierőnek egy jelentős részét ezt leköti. És hogyha ez az orosz légierő teljesen más fegyverekkel, tehát nem olyan eszközökkel, nem levegő-földfegyverekkel, hanem levegő-levegő-fegyverekkel áll készenlétben a nyugati határon, akkor nem tudja Donbassban segíteni a Donbassban harcoló szárazföldi csapatokat. Az ukránoknak az az érdeke, hogy a két dolog egybeessen. A NATO-nak szerintem nem ez az érdeke, mert pillanatok alatt kitörhet egy direkt háború Oroszországgal egy tévedés miatt. Úgyhogy most a kérdés az, hogy melyik megfontolás győzedelmeskedik. Én nagyon remélem, hogy az ukrán ellentámadás megindul vagy előtte, vagy utána, de hogyha ez egybeesik, akkor ez iszonyatosan megnöveli az esélyét egy kontinentális háborúnak. Ugye most már lassan nyár van, még hogyha a meteorológiai nyár június 21-én is kezdődik, tehát végül is még van 3 hét arra, hogy azt mondják, hogy tavaszi ellentámadás, mert ugye korábban mindig tavaszi offenzíváról beszéltek. Szerinted miért maradt el a nagy tavaszi ukrán ellentámadás? Itt többféle variációkat hallottam. Egyesek azt mondják, hogy Valeri Zaluzsnyi, az ukrán vezérkari főnök tényleg megsérült valami fajta támadásban, ugye elvileg lebombáztak valami olyan, vagy hát rakétatámadás, ért valami katonai bázist, és ő megsérült, és nagyon hiányzik. A másik, hogy nem érkezett meg elegendő fegyver még így sem. A harmadik, hogy lőszerből fogytak ki, illetve a negyedik, hogy az ukrán vezetés is most kiméli a katonai erőt. Te hogy látod, mik az okok? Én erről beszéltem már a tavasz elején, hogy nekem igen abszurdumnak tűnik ez a gondolat, ez a tavaszi ellentámadásnak a gondolata. A világnak ezen a részén nincsenek tavaszi háborúk. Tehát a háborúk lehetnek télen, mikor már, vagy a nagy hadműveletek lehetnek télen, mikor a talaj befagyott, vagy lehetnek nyáron, mikor minden száraz. De egy átmeneti időszakban elkezdeni egy páncélos támadást, mondjuk most egy kicsit visszaülök a harckocsimnak a parancsnoki kupolájába, vagy a terepjáromba, mint katona, és akkor arra gondolok, hogy akkor indítanak el támadásra, amikor egy pillanat alatt leeshet egy eső. Teljesen kiszámíthatatlan módon, ami fölborítja az összes haditervet. Tehát nekem előre kell haladnom. Ha én védekező pozíciókban vagyok, akkor ez kevésbé fontos nekem, hogy esik-e az eső, vagy nem, ez sár van, vagy nincs sár. Sőt, akkor azt is mondhatom, hogy akkor a sár az én szövetségesem, hogyha egy ilyen statikus védekező harcot folytatok. Viszont ha támadnom kell, akkor nem tehetem ki magam annak, hogy hirtelen leesik egy kétnapos zápor, és akkor a támadás, ami belesüpped az ukrán sárba, és akkor ott maradok, mint statikus célpont. Tehát én ezért mondtam azt, hogy én igen valószínűtlennek tartom ezt a tavaszi ellentámadást, nem az ellentámadást, hanem a tavaszi. És egyelőre még igazam van, tehát amit mondtam, az beigazolódott, és akkor most lehet vitatkozni, hogy a meteorológiai vagy a csillagászati tavaszt vesszük, tehát nyilván nyár van, tehát Ukrajnában
már nyárban, már nincs tavasz. Tehát mindenki tudja. Tavaszi ellentámadás az egy mese volt az első pillanattól, épp ugye, hogy a nagy orosz téli offenzíva is egy mese volt, egy kacsa volt, mert nem voltak adottak az időjárás. Ilyenkor 3-4 nyelvet végigzongorázok a fejembe, hogy a szavat szót kiválasszam. Az időjárási körülmények nem voltak adottak ahhoz, hogy az oroszok több hónapon át előre haladjanak, tehát egy offenzívát hajtsanak végre. Tehát én így látom ezt a kérdést. Viszont ugye tavaly, tehát 2022-ben, akkor miért a tavasz hajnalán, február 24-én indították el az oroszok ezt a támadást? Épp az logikátlan volt? Szerintem nem volt logikátlan, az oroszok nem háborút indítottak. Tehát ez még egy olyan kacsa, ami sokszor halljuk azt, hogy az oroszok elindultak, hogy meghódítsák Ukrajnát. Ez teljesen abszurdum, tekintve az orosz hadseregnek a bevetett orosz katonai csapatoknak a létszámát, meg a felállását a frontok, a Ukrajna határai mellett, ez egy abszurd állítás. 150-160 ezer emberrel nem lehet elfoglalni Ukrajnát, ezt mindenki megérti. Tudjuk, hogy mekkora kontingensekre volt szükség a második világháborúban, hogy elfoglalják a németek Ukrajnát. Tehát teljesen egy nagyságrenddel nagyobb. A csapatok fölállása sem volt olyan, mint ami egy ilyen blitzkrieg akciót, amiről sokan beszéltek, egyfajta villámháború Ukrajna ellen, ami bekeríti Kijevet. Tehát egy ilyen klasszikus, mint a második világháborúban láttunk volna egy klasszikus akciót, nem erre készültek az oroszok. De sokszor beszéltünk arról, nem csak én, hanem más elemzők is, hogy itt egyfajta ilyen kabuli forgatókönyv volt, egyfajta politikai üzenetet próbáltak átadni, és politikai sikereket próbáltak elérni. Katonailag Oroszország nem volt képes se akkor, nem vagyok benne biztos, hogy most képes lenne Oroszország elfoglalni Ukrajnát. Menjünk tovább egy újabb hírrel, amivel kapcsolatban előre jelezném, hogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, mennyi az igazságtartalma és mennyi a realitása, ugyanis azt lehet hallani, hogy lengyel egységekkel együtt törtek be az ukrán szabotőrök az oroszországi Belgorod területére. Ugye most az Ukrajnáért harcoló lengyel fegyveresek vasárnap közleményt adtak ki, amelyben azt állítják, hogy részt vettek az oroszországi Belgorod régióban elkövetett támadásban. Az állítólagos fotó és videó bizonyítékkal is közleményt az úgynevezett lengyel önkéntes alakulat közösségi média fiókjain osztották meg. A nyilatkozat a jelek szerint a szabotőröknek a belgorodi terület egyik körzetébe történő behatolására utal, amelyre május 22-én került sor. A lengyel önkéntes hadtest azt állította, hogy egyértelműen megerősítette szerepét a műveletben, és kijelentette, hogy a csoport együttműködött az orosz önkéntes hadtesttel, egy orosz állampolgárokból álló egységgel, amely az ukrán védelmi minisztérium fennhatósága alatt Ukrajna nevében harcol. Ez egyébként most az oroszhírek.hu oldalon megjelent hír. Kezdeném azzal, hogy te mit gondolsz az oroszhírek.hu-ról, olvasod-e, ismered-e, a másik, hogy erről a hírről konkrétan mit gondolsz? Nem, hogy őszinte legyek, nem ismerem az orosz híreket. Ismerem a nevét ennek a honlapnak, de általában nem szoktam őket követni, nem szoktam őket olvasni. Most kérdés az, hogy mi az, amit tudunk. Tehát kétoldali propagandának, mind a két oldal propagandájának annyi rétege rakódott le itt egymásra, hogy igen nehéz kihámozni ebből az igazságot. Én a következőt gondolom erről az egészről. Az ukránok készülnek egy nagy ellentámadásra. És mikor egy tűvel át akar szúrni egy lufit, akkor azt akarod, hogy a lufi minél vékonyabb legyen. És akkor ez a cél, hogy ilyenkor az érdeked azt, hogy ezt a lufit minél jobban széthúzd. És az ukránok most ezt teszik ezekkel a támadásokkal, a Moszkva elleni dróntámadással, a Belgorod környéki, inkább rajtaütéseknek nevezni, mint támadásoknak, ezekkel a rajtaütésekkel inkább azt ezt próbálják elérni, hogy megosszák az oroszok figyelmét, széthúzzák a frontot, ahogy megtanultunk egy új kifejezést a háború kezdet óta, megpróbálják széthúzni a frontot, megosztani az oroszok figyelmét, stratégiai dilemmák elé állítani az oroszokat, hogy kevesebb kapacitás legyen, úgy kognitív kapacitás, mint katonai kapacitás ellenállni az ukrán ellentámadásnak, ha majd beindul. Tehát ez egy tény, amit tudunk. Azt is tudjuk, az is tény, hogy bekövetkezett egy ilyen támadás. Tehát azt is tudjuk, hogy ezek a támadók utána visszavonultak, mert nem látjuk azt, hogy az ukrán zászlót lebeg, nem látunk képeket. Tehát nekem az a kiinduló pont, amikor én elemzek, hogyha valamelyik fél valamilyen sikert ér el, akkor általában azt megmutatja. Manapság nem. Ami nem jelent meg a Facebookodon vagy a Twittereden, azt nem csináltad. És ha nyitjatok egy zárójelt evel kapcsolatban, amikor az ukránok azt jelentik, hogy a 30 orosz drónból és a 20 orosz cirkáló robot repülőgéből mindegyiket lelőtték, akkor fölteszem a kérdést, miért nem mutatják meg a roncsokat?
Hát ha tényleg lelőtték őket, akkor lássuk, itt a helyszín geolokációval be van jelölve, itt esett le az a cirkáló robot repülőgép, amit lelőttek, hol van a roncsa, miért nem fényképezték le? Tehát ami nincs, amiről nincs fénykép, az eleve az nem létezik. Kezdjük onnan általában. Nagy általánosítás. Amiről van fénykép, az sokszor hamisítvány. És a mostani támadással kapcsolatban is voltak olyan állítások orosz részről, hogy ezek a házak, meg ezek az utcák abban a határmenti település, mert egyszerűen nem léteznek. És van ez a Google Street, meg ez a Google Maps, hogy végig lehet menni a számítógépen, az interneten, az utcákon keresztül lehet látni a házakat. Mindenki megnézheti, hogy tényleg vannak-e ilyen házak, vagy nincsenek. És a propaganda rakódik propagandára. Most mi az, amit az ukránok, mi az üzenet, amit az ukránok át akarnak adni? Azt akarják mondani, hogy mi erősek vagyunk, meg tudjuk támadni bárhol Oroszországot, és mi velünk van az orosz ellenzék, meg a lengyel bányászok, meg az izraeli kohászok, meg mindenki velünk van, igaz? Tehát ezek, mint a viccben. Mindenki velünk van. Az oroszok pedig ezt kétféleképpen parírozzák, ezt a propaganda csapást. Az egyik az, hogy megpróbálják lekicsinyíteni ennek a támadásnak a mértékét, a másik pedig egy ilyen aikido, egy ilyen PR aikidóval a saját hasznukra fordítják. Mert az oroszok nem azt mondják, hogy az ukránok nem támadtak meg minket. Azt mondják, hogy ezek terroristák, azt mondják, hogy ezek angolul beszélnek, azt mondják, hogy ezek lengyelül beszélnek, azt mondják, hogy orosz ellenzék, akik megtámadnak minket, nem létezik, és az orosz haza most már a haza, nem a határon túli területek, direkt támadás alatt van, és ez tovább erősíti az igényét annak, hogy fegyverkezzünk, és hogy minél többen menjenek katonának. Tehát az oroszok egy ilyen PR-aikidó trükkel felhasználják most az ellenségnek az akcióit, meg a súlyát a saját hasznukra. Tehát ezt látjuk ebben a visszabirkózásban. Ugye egy dolgot azért szinte biztosan lehet látni, hogy van az orosz ellenzéki csapat, akik nyilván nem is elsősorban politikaiak ellenzék, ez inkább, tehát a Szabad Oroszország légióra gondolok, ami elvileg egy ilyen partizán csapat. És akkor minden támadás mögött most úgy tűnik, hogy ők állnak. Az szerintem nagy kérdés, hogy mennyire vannak ők az ukránokkal összefonódva, van-e egyáltalán bármi közük az ukrán hadsereget. Az viszont egy nagyon érdekes helyzetet teremtene, ha majd lenne mondjuk Szabad Lengyel ország légió csapat is, meg Szabad Románia, meg nehogy Isten Szabad Magyarország légió csapat is, és akkor ugye ezeknek valójában nincsen felelősségük, mert ugye az államok el tudják maguktól tartani, azt mondják, hogy semmi közünk hozzá. Hát ezek partizán csapatok, mi ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Eljuthat ilyen szintre a háború szerinted? Erre két válasz lehet. Az egyik az, hogy itt két lehetőség van. Vagy az, hogy Ukrajnában megszűnt a kompetens államhatalom, és nincs államhatalom Ukrajnában, megszűnt a kijevi kormány, már nem uralja az országát, és akkor bármilyen szabad csapat, ukránok, lengyelek, románok, stb. Oroszok csapatokat tudnak toborozni, meg tüzérségük van az ország területén, meg páncélosaik vannak, meg ilyen dolgok. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy ez az egész az ukrán titkosszolgálatnak az akciója, különböző valakikkel, és nem tudjuk igazából, hogy ezek tényleg oroszok-e, tényleg lengyelek-e, tényleg az orosz propaganda állandóan azt csugalja, hogy ezek angolul beszélnek, meg lengyelek, tehát rájátszanak régi orosz félelmekre, meg régi orosz paranoiákra ezekkel a dolgokkal, és ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy van egy határ annak, hogy meddig tudja kivonni magát a felelősség alól az ország, akinek a zsoldosai, vagy önkéntesei, vagy partizánjai ott harcolnak Ukrajnában. Csak idő kérdése, még az oroszok berántanak egy ilyen kádert, mint annak idején Francis Gary Powers-t, akit lelőttek az U-2-esen Sverdlovszk fölött, és akkor tartanak neki egy kirakatpert, ahol bevallja a bűneit, és elmagyarázza, hogy hogyan küldte ez a titkos szolgálat, vagy az a titkos szolgálat. Hát ezek a dolgok visszaüthetnek a küldő országokra. Tehát én azt hiszem, hogy ezeket az akciókat, ezeket a rajtaütéseket mindig két síkon kell vizsgálni. A kinetikus síkon és a PR síkon. Ezen a két síkon kell elemezni. A kinetikus síkon nem történik semmi, ezeknek nincs semmi jelentősége, és feltételezhetőleg, mivel Oroszország területén belül vannak ezek a támadások, nagyon hamar azt fogjuk látni, hogy az oroszok bevetnek sorkatonákat, akiket nem lehet bevetni Ukrajnába törvényes korlátozások miatt, viszont semmi akadálya nincs, hogy honvédelemre nevessék be őket, és akkor most soroztak be 300 ezer katonát. Tehát ez csak időkérdése, még ezt megoldják. És szerinted lesz egy pont, ha ez így folytatódik, amikor Oroszország hivatalosan is hadat üzen Ukrajnának, és hadi állapotot jelent be pont a mozgósítás miatt, vagy ezt jogilag meg tudják oldani ezen különleges katonai hadművelet és a részleges mozgósítások segítségével?
Nagyon érdekes kérdés. Én azt hiszem, hogy ha ahogy közelednek a választások, a 2024-es választások Oroszországban, és hogyha Putyin elnök úgy fogja érezni, hogy a népszerűsége csökken, akkor ezek a Belgorod környéki támadások furcsa módon a kezére játszanak Putyinnak, mert azt tudja állítani, hogy most már a haza van direkt támadás alatt, és szükség van arra, hogy szükségállapotot vezessünk be, hogy általános mozgósítást vezessünk, vagy elhalasszuk a választásokat esetleg. Látjuk, Abu Mazen is a 4 éves, a 2005-ben megszerzett 4 éves mandátuma már vagy 20 éve tart, vagy valami ilyesmi. Tehát egy ilyen háború paradox módon nagyon könnyen Putyinnak a kezére is játszhat a belső politikai harcokban. Tehát ez majd elválik, ezt nem lehet megjósolni előre. Az elhalasztott választást értem, viszont nagy kérdés például a lakosság esetében, hogy azt mondják, hogy váltsuk le Putyint, mert akkor abba hagyják ezt a háborút, és akkor az ukránok is megkegyelmeznek, de nem az, hogy megkegyelmeznek nekünk, de hogy az ukránok sem fogják, vagy bárkik sem fogják Belgorodot, meg az orosz területeket támadni, meg egyébként is minek háborúzni, vagy többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy igenis fontos az orosz nemzeti öntudat, hogy ezt nagyon nehéz innen megítélni, mert hogy azt gondolja az ember, hogy minél jobban él egy ország, minél nagyobb a fejlődés, és Oroszországban talán ez az elmúlt években tényleg megtörtént, annál kevésbé van szüksége háborúra, meg ilyen különböző korlátozásokra. Én azt hiszem, hogy van egy alapvető különbség az ukrán meg az orosz propaganda között. Az ukrán propaganda kifelé szól, tehát az ukrán lakosság felé, és főleg a nyugat felé. Tehát azt hiszem, az ukrán propagandának a legfontosabb célpontja a nyugat. Az orosz propaganda pedig egy ilyen defenzív propaganda, inkább a saját lakossága felé fordul, és megpróbáljam elnyomni azokat a hangokat, amiket az ukránok sugároznak. Tehát én azt hiszem, hogy Ukrajnának igen komoly problémája van az üzenetét eljuttatni a legutolsó orosz faluba, tudom én, Kamcsatkába, ahonnan mondjuk most éppen lövészeket soroznak, és szerintem nem vagyok benne biztos, hogy az ukrán üzenet oda eljut. Mert látjuk azt, hogy Oroszországban milyen szinten kontrollálják az internetet, meg milyen szinten nehezedik az állami propagandának a súlya erre a médiatérre. Tehát én azt hiszem, hogy az oroszok teljesen dominálják a saját médiaterüket, és ilyen szempontból nagyon-nagyon sikeres az orosz propaganda, csak ez egy befelé forduló propaganda. Az ukránok inkább ezeket a Twitter csatákat nyerik meg, és akkor látok különböző nyugati elemzőket, ebben töltik a napjaikat, hogy még egy felrobbant orosz tankot posztolnak a Twitteren, meg ilyesmi, erre mondják azt, hogy lehet, hogy Ukrajna meg fogja nyerni a Twitter háborút, de ezt a valódi háborút nem fogja megnyerni. Tehát én nem mondom, hogy ezek a dolgok nem fontosak, de meg kell érteni, hogy itt két teljesen különböző propaganda stratégiáról, és teljesen két propaganda, különböző propaganda háborúról van szó. Viszont a propagandán túl mind a két országban emberek élnek, és az embereknek a mindennapjaira vagy így, vagy úgy hatással van a háború. Itt merül fel ez a kérdés, hogy milyen hatással van az embereknek az életére, egzisztenciájára, sorsára ez a háború, akár egyik, akár másik oldalon. Én úgy gondolom, hogy Oroszország egy hatalmas ország, és a veszteségek, tehát van egy ilyen elképzelés, a veszteségek nagyjából azonos nagyságrendűek. Tehát én azt hiszem, hogy ha ezt kimondjuk, ebben szinte minden szakértő egyet tud érteni. Most nem beszélek itt a szélsőséges hangokról, mint Ben Hodges mondjuk az ukrán párton, vagy Douglas McGregor az orosz párti elemző közül. Ők azt mondanák, hogy 1:7 vagy 1:10 az arány, tehát mindegyik a saját világnézete szerint. A legtöbb elemző azt mondaná, hogy nagyjából ugyanabban a nagyságrendben vannak ezek a veszteségek. Viszont Oroszország ez egy hatalmas területen és egy hatalmas lakosságban oszlik meg. A veszteségek nagy része profi katonák. Tehát ezek nem a kiskatonák, itt a papa meg a mama föltett az autóbuszra, és becsomagolták nekik a rántott csirkének a szárnyát, mint Nógrádi tanár úrnak a felesége, mikor ti elmentek az erdélyi körútakra, tehát és akkor elmész hazajön a gyerek koporsóba. Tehát nem ez van. Általában ezek profi katonák, akik egy üzleti tranzakció következtében vesztették az életüket. Teljesen más a csengése annak, mint mikor berántanak egy mérnököt, akinek 3 gyereke van, Kijevbe berántják, egy kávéházba elviszik a frontra, másnap hazajön koporsóba. Teljesen más ennek a lecsengése. És a tény, hogy Oroszország egy etnikailag nagyon-nagyon megosztott ország, tehát egy etnikai mozaik, különböző nyelvek, különböző kultúrák, ez is bizonyos falakat, egy ilyen tűzfalakat emel a különböző etnikai csoportok köré, és ameddig a koporsók nem Leningrádba, vagy Szentpétervárra, bocsánat, én még a régi világban élek, nem Szentpétervárra, vagy Moszkvába érkeznek, addig szerintem ezt a kárt sokkal kevésbé érzi az orosz társadalom, mint az ukrán társadalom. Arról nem is beszélve, hogy én tudom, hogy most egy megtöbbentő dolgot fogok közölni a hallgatók, nézők egy részével, de nem,
de elsősorban a rakéták meg a drónok nem az orosz fővárosra, vagy Szentpétervárra zuhannak, hanem a kievi fővárosra napi szinten. Tehát ez egy nagy különbség. De ugye azért most meg már, minthogyha zuhannának drónok időnként még Moszkvára is, meg orosz területekre, egyelőre inkább határmenti területekre. Ugye most egy friss hír, hogy még túszokat is ejtettek ugye a Szabad Oroszország Légiónak a tagjai, hogy amikor ilyenek vannak, ez még mindig úgy történik, hogy a lakosság nagyon nagy részét nem érinti, vagy ezeket már az orosz társadalom is megérzi? Én biztos vagyok benne, hogy az orosz társadalom is megérzi bizonyos szinten ezt a háborút, és minél jobban eszkalálódik ez a háború, annál inkább meg fogják ezt érezni. És annál inkább fogjuk látni az elégedetlenségnek a különböző megnyilvánulásait. Én azt hiszem, hogy ezt az oroszok úgy menedzselik például olyan figurákkal, mint Prigozsin, aki egyrészt egy ilyen bohócot csinálnak belőle, vagy ő csinál saját magából egyfajta bohócot is, de először is ki tud mondani dolgokat, mint egy ilyen villámhárító, ami levezeti a feszültséget, ugyanakkor olyan a figura is, hogy kicsit komikusan fogják föl, kicsit viccesen, tehát nem mindenki veszi teljesen komolyan. Ilyen kicsit ilyen bohóc image van az illetőnek, és én azt hiszem, hogy ezzel próbálják az oroszok kezelni ezt a fajta elégedetlenséget, de kétségtelen, hogy ahogy a háború folytatódik, egyre inkább fogjuk látni ezt a fajta elégedetlenséget azon az orosz oldalon is. Azt látjuk, hogy akár Oroszország, akár Ukrajna, akár a támogatók a nyugat részéről, így mindenki elmegy mostanában legalábbis a PR háború területén a falig. És minthogyha olyan helyzetbe kormányozná magát mindenki, ahonnan nem lehet visszalépni, csak előbb-utóbb ütközik egymással a villamos. Az a kérdés, hogy vajon ez mennyire egzisztenciális háború, illetve milyen egy egzisztenciális háború, és honnan tudjuk, hogy egy egzisztenciális háborúban vagyunk? Én úgy gondolom, hogy egzisztenciális háború az, aminek a végén vagy a lakosság, vagy a nemzet, vagy mind a kettő megszűnnek létezni. Tehát ezek az egzisztenciális háborúk. Azt, hogy most Kijev még 20 évig Moszkva felé fog imádkozni, és nem Brüsszel felé, ez nem egy egzisztenciális háború, ez egy politikai háború, ennyi az egész. És ezt tudom, hogy most összetöröm a szívét egy sor ukrán párti, vagy azoknak, elemzőnek, vagy azoknak, akik ezt a háborút nagyon érdekeltek abban, hogy ezt a háborút tovább eszkaláljuk Oroszország ellen, de nincs benne semmilyen egzisztenciális. Tehát én nem hiszem, hogy legalábbis a háború kezdetekor nem volt semmilyen veszély annak, hogy Ukrajna, az ukrán nemzetet elpusztítják, az utolsó, tudom én, a férfiakat megölik, a nőket meg a gyerekeket eladják rabszolgának, Kijevet lerombolják, a helyét fölszántják és behintik sóval, tehát nem erről szólt a narratíva. Sajnos, ahogy a háborúba egyre inkább bejebb megyünk, egyre inkább közeledünk egy olyan ponthoz, mikor már ez valóban egzisztenciális háború lesz az ukrán állam léte szempontjából. Ez nem így indult, de most már egyre inkább ebbe az irányba haladunk. De teljesen egyértelmű, hogy Oroszország számára ez még nem egy egzisztenciális háború, és a nyugat számára is ez teljesen nevetséges állítás, a nyugat számára ez egy egzisztenciális háború. Egy egzisztenciális háborúnak mik a mércei? Annak, hogy honnan tudjuk, hogy egy egzisztenciális háborúban vagyunk. Például onnan, hogy bevezetjük a sorozást. És látjuk, hogy elviszik már azokat a korosztályokat is, akiket általában nem visznek el katonának, tehát gyerekeket vagy időseket. Látjuk azt, hogy újra felülvizsgálják a katonai felmentéseket, besorozzák a nőket, a katonákat fagylaltos autókkal szállítják a frontra. Tehát mindezek a dolgok, amiket mondom, ez az izraeli függetlenségi háború, az 56-os háború, a 67-es háború, azok ilyen egzisztenciális háborúk voltak, és ezeket a dolgokat láttuk, ezeket a mércét. Ezeket talán Ukrajnába kezdjük látni, ezeket a jelenségeket. Nyugaton látjuk ezeket a jelenségeket? Nem látjuk, teljesen egyértelmű. Oroszországban látjuk ezt? Nem. Hát akkor valószínűleg még nincsenek egzisztenciális háborúban, se a nyugat, se Oroszország. És Ukrajna, ott meg ilyen félig egzisztenciális háború van, félig nem, mert hogy ugye ott már azért van sorozás, meg egyebek. Kérdés, hogy ők például mennyire tűnik úgy, hogy most a falig mennek el. Most nagyon fontos kijelenteni azt, hogy itt percepciókról van szó. Teljesen mellékes, hogy mi mit gondolunk erről, az a lényeg, hogy ők hogy látják ezt a dolgot. És lehet, hogy Putyin elnök ezt elmondhatja holnapig, hogy nem akarja, vagy holnap utánig, hogy nem akarja elfogva meghódítani Ukrajnát. Az ukránok percepciója az, hogy ez egy egzisztenciális háború, a nemzetüknek, az államuknak a létéért harcolnak, és akkor ezért látjuk azt, hogy tényleg, amit mondtam, korosztályok, a katonai felmentések fölülvizsgálása, hallottunk olyan hangokat is, a bizonyos női demográfiai csoportokat is elkezdtek legalábbis nyilvántartásba venni, nem is besorozni. Tehát
az ukránok igen közelednek ahhoz ahhoz a ponthoz, amit egy valódi egzisztenciális háborúnak nevezhetünk. Mostanában ugye az egzisztenciális háború mellett az atom meg a nukleáris fegyver bevetésével is könnyen dobálóznak az emberek, de azt ki lehet jelenteni, hogy egy ami tényleges egzisztenciális háború, főleg ha atomhatalom részéről, akkor annak a vége viszont lehet a nukleáris fegyver bevetése pont azért, mert egzisztenciális háború. Igen, tehát föltevődik a kérdés, hogy hol láttunk olyan példát a történelemben, amikor egy atomhatalmat megsemmisítő katonai, konvencionális katonai vereség fenyegette. És láttunk egy ilyen példát a Közel-Keleten, és valószínűleg a Közel-Kelet egy hajszányira került attól, hogy atomfegyver legyen bevetve ebben a háborúban. Ez mikor volt? Ez a 73-as háborúban. A 73-as háborúban. És mondhatjuk, hogy vannak további példák is. Látjuk azt, hogy Oroszország hajlandó lett volna az arab szövetségesei védelmében is bevetni atomfegyvereket, hogyha a fővárosaikat éri direkt támadás. És tudjuk, hogy például ugyanebben a 73-as háborúban az izraeli tűzérség elkezdte lőni Damaszkus, tehát már igen-igen közel került az izraeli hadsereg Damaszkuszhoz, és akkor hirtelen megálltak. És föltevődik a kérdés, hogy miért. Többek között emiatt az orosz atomfenyegetés miatt. Tehát az oroszok részéről volt egy olyan elképzelés, hogy bevetnek légideszant hadtesteket Szíria védelmében, a másik pedig az, hogy atomcsapásokat fognak mérni Izraelre. Tehát látjuk, hogy ezek a dolgok ott vannak is. Mikor egy konvencionális megsemmisítő konvencionális katonai vereség veszélye lebeg, akkor az atomfegyverek felhasználásához igen közel kerülünk. Itt bennem az a kérdés merül fel, hogy mennyire igazolható morálisan, és tudom, hogy ő nem szeret moralizálni, de azért mégis érdekel, hogy van-e bármi olyan indok egy nemzet életében, amikor azt mondja, hogy most be kell vetni a nukleáris fegyvert? Van erre két dolgot szeretnék ebben kapcsolatban elmondani. Az egyik az, hogy Truman elnök és az amerikai katonai és politikai vezetés szembesült ezzel a dilemmával, mikor már elfoglalták Okinawát, és a következő lépés az lett volna, hogy most meg kell szállni a japán szigeteket. És a prognózisok 1 millió amerikai halálos áldozatról, katonáról beszéltek, hogy el fognak esni ezekben a harcokban, és körülbelül 20 millió japán áldozatról. Ahhoz, hogy az utolsó, hogy rárúgják az ajtót az utolsó japán katonára is, ahhoz körülbelül 20 millió japán pusztult volna el, és 1 millió amerikai katona. És akkor ez volt az egyik olyan megfontolás, ami arra vezette az amerikaiakat, hogy akkor inkább bevetik az atomfegyvereket, azt a két atomtöltetet Japán ellen. Ez az egyik dolog. És a másik ilyen morális igazolás, nagyon érdekes dolog. Az Egyesült Államokban készítettek egy felmérést egy hipotetikus háborúról, amiben az Egyesült Államok állna háborúban Iránnal. És a megkérdezetteknek feltették a kérdést, hogy ha választani kell, hogy elveszítsen az Egyesült Államok 20 ezer amerikai katonát, vagy pedig mérjenek atomcsapást Irán nagyvárosaira, amiben elpusztul 100 ezer iráni, akkor mit választanának? Az esetek döntő többségében azt mondták, hogy vessük be az atomfegyvert. És akkor megpróbáltak nehezíteni a megkérdezettek dolgán, és megkérdezték, és mi történik, ha 2 millió iráni halna meg egy ilyen, semmi probléma, 2 millió iráni is belefér. Tehát itt jön az, amiről Sztálin beszélt, hogy egy ember halála, az tragédia. 1 millió ember halála, az statisztika, igaz? Viszont, hogyha megkérdeznék azt, hogy és ha Iránnak is van atomfegyvere, és azt elküldik Washingtonra, vagy New Yorkra, vagy bármi, akkor vajon milyen válasz érkezne? Akkor semmi. Ha Iránnak, ha nincs is bizonyítottan atomfegyvere, viszont ezt nem a megkérdezettek mondják, ezt én mondom. De ha csak gyanítja az Egyesült Államok, hogy Iránnak esetleg lehetne véletlenül egyetlen egy atomtöltete, szerintem ez a támadás nem történne meg. Tehát a legbiztosabb... legbiztosabb kulcsa egy nagyhatalom elrettentésének az atomfegyver. Azzal az országgal szemben, akinek nincs atomfegyvere, nem? Igen, igen, igen. Nem ugye csak azzal az országgal, olyan állammal szemben is, akinek szintén van atomfegyvere. De ott az mennyire elrettentő, mert ugye ha mind a kettőnek van, arra szokták azt mondani, hogy ugye az a világ vége, mert aki először lő, az hal meg másodszorra. Ez igaz, viszont a fájdalom nem oltja ki a fájdalmat. Tehát föltevődik a kérdés, hogy ki az, aki ebben a gyáva nyúl játékban messzibre mer elmenni, és ki az, aki először pislog. És a kubai rakétaválságból úgy jöttünk ki, hogy Kennedy elnöknek sikerült bele döngölnie, mondjuk, hogy a közvéleményben egy igen téves
percepciót. Tehát mi a tanulság a kubai rakétaválságnak, amit tanítottak nekünk az iskolában, meg az egyetemen, hogy szilárdan helyet kell állni, nem szabad meghajolni, nem szabad engedni a fenyegetésnek, és akkor minden rendben lesz. De nem ez történt a kubai rakétaválság alatt. A kubai rakétaválság alatt nem az oroszok, nem a szovjetek tettek egy hátraharcot és vonultak vissza, hanem mind a két fél. Az oroszok kivonták a rakétáikat Kubából, az amerikaiak kivonták a rakétáikat Törökországból, amik pont úgy fenyegették Oroszországot. Tehát a kubai rakétaválság igazi tanulsága az, hogy mind a két félnek engednie kellett. Na és akkor a végére néhány kérdés, az egyiket Roland küldte nekünk. Kedves Robert, mindig elmondjuk, hogy Medvegyev egy nincs igazán döntő pozícióban, ezért posztolhat ki durva dolgokat a közösségi oldalára. Az lenne a kérdésem, hogy ezek a posztok mennyire számítanak Medvegyev tényleges véleményének, és mennyire csak a mögötte álló propagandastáb jó előre megtervezett anyagainak. Köszönöm szépen a kérdést Rolandnak. Én töredelmesen be kell vallanom, hogy én nem vagyok Medvegyev úrnak se a papája, se a mamája, és a lelki világa meg a gondolata igen kevés érdekelnek. Nem vagyok kardiológus se, és nem látok bele a szívébe Medvegyev úrnak. És én szerintem teljesen mellékes, hogy ő személy szerint mit gondol. Lehet, hogy azt gondolja, hogy 16 mozdulatból ki kell rakni a bűvös kockát, vagy valami ilyesmi. Tehát teljesen mellékes, hogy ő, mint magánszemély, mit gondol. Itt a lényeg az, hogy Oroszország mit akar sugallni az ellenfelei felé. Tehát én azt hiszem, hogy el kéne vonatkoztatni ezektől a személyes kérdésektől, vagy hogy X mit mondott, vagy Y mit gondol, vagy hogy érez, vagy ilyesmi. Gyakorlatilag mindegy. Itt nagy hatalmak ütköznek és ezen a biliárdasztalon, és az, hogy azon a biliárdgolyón belül van egy molekula, amelyik erre mozdul, vagy arra mozdul, teljesen mellékes. Az normális egyébként, hogy akár orosz, akár ukrán oldalon nem tudjuk eldönteni, hogy egy egyébként komoly vezető pozícióban lévő embernek a nyilatkozatában mennyire higgyünk, és azt mennyire vegyük komolyan. Mert ha Medvegyevet komolyan vennénk, akkor itt már tényleg az atombunkereket kellene építeni, és ha ukrán oldalról bizonyos vezetőknek a nyilatkozatait komolyan kellene vennünk, akkor Magyarországon aggódni kéne a barátságkőolajvezeték miatt, meg egy sor más dolgot tudnék sorolni. Válasz erre az, hogy a politika meg az elrettentésnek a része a kommunikáció. Nagyon fontos része a kommunikáció. És feltételezve, hogy ezeknek az államoknak van egy koherens kommunikációs stratégiája, épp úgy, hogy van egy kommunikációs katonai stratégiája, és kell legyen egy integrált kommunikációs stratégiája, ott abban a különböző fegyvernemeknek megvan a saját szerepe. És Medvegyev pont olyan fegyverne, mint Prigozsin ebben a kommunikációs hadrendben, mondjuk úgy, nekinek megvan a szerepe. Ezeket a csapásokat mérnek ezekkel a harceszközökkel, mindig az igények szerint. Ez a jobbik eset. A rosszabbik eset, amit látunk például a francia-porosz háború kitörése előtt 1870-ben, mikor nem volt egy ilyen koherens kommunikációs stratégia, és mindenki azt mondta, amit akart, és akkor így tényleg egy állam belekeveredhet egy háborúba, vagy egy világháborúba, anélkül, hogy akartuk volna. Ezon gondolkodtam még, hogy Prigozsinnak ilyenkor megírják például a szövegét, vagy akár Medvegyevnek, vagy annyit mondanak, hogy azt mondasz, amit akarsz, nyugodtan szít Putyint is, nyugodtan állj bele bármilyen konfliktusba, a lényeg, hogy ezekről írjon a sajtó, és ezekről beszéljenek az elemzők, vagy ugye a másik verzió, hogy tényleg így gondolják, de ugye az előbb is mondtad, hogy ez nem feltétlenül fontos. Én nem tudom pontosan, hogy működnek ezek a mechanizmusok. De például látjuk azt, hogy ha megfigyeljük Adolf Hitlernek a kommunikációt, mindig jó ezt a példát óvatosan, adni. Óvatosan. Igen, igen. Mindig szeretem ezt a példát adni, mert utána tudom, hogy biztosítva van számomra a baloldali médiában is a megfelelő, a kattintásoknak a száma, tehát mindig szeretek vele példálózni, hogy alakult a kommunikáció, tehát hogy fejlődött ki a kommunikáció stratégiája. Szerintem, amit megfigyeljük a korai beszédeit, megpróbált mindenféle irányokba csalikat kilökni, és akkor abban az irányban, ahol a közönség jól reagált rá, ott felerősítette a hangerőt. Azon a csatornán, mondjuk egy ilyen keverőasztalra gondolunk, azon a csatornán felerősítette a hangerőt. És akkor, mikor arra még jobban reagált a német nép, ott még jobban felerősítette a hangerőt. És akkor így alakult ki egy ilyen dialógus közte és a német közvélemény között, és együtt építették ki ezt a tragédiát, ami kialakult. Tehát ez nem kizárólag a német nép, és nem kizárólag a diktátor, hanem ezt együtt, ez a párbeszéd a kettő között, és a diktátor bizonyos szinten a szócsöve volt ennek a német elektorátusnak.
No, hát akkor ez volt a mai adásunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nem azért hagyjuk most abba, hogy ne legyen több szó bizonyos kellemetlen témákról, hanem mert lejárt a műsoridőnk, viszont néhány szolgálati közleményt még gyorsan elmondanék. Az egyik, hogy információink szerint te Magyarországon fogsz tartózkodni augusztusban, 3 héten keresztül, úgyhogy lesznek egyébként közös rendezvényeink, illetve most már előre bemondom, mert mindig az utolsó pillanatban szoktak aztán felhívni minket, mikor már itt vagy, hogy ide vagy oda, miért nem megyünk. Hogyha bárki szeretne rendezvényt, akkor nyugodtan keressenek akár minket is az ultrahang.tv oldalon. Ott a kérdések menüpontnál van ilyen, hogy rendezvényekkel kapcsolatos kérdések, és hogyha odaírnak nekünk, akkor fel fogjuk venni bárkivel a kapcsolatot. Ez az egyik közlendőm. A másik, hogy én is leszek egy rendezvényen, méghozzá, ha jól emlékszem, vasárnap, igen, vasárnap Dísen az Anyának Lenni Jó nevű egyesület szervezésében leszek egy rendezvényen, ahol majd többek között egy kvízjátékot fogok vezetni, oda is várjuk a környékbelieket nagy szeretettel, illetve a harmadik, hogy továbbra is arra kérünk mindenkit, hogyha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is, vágatlan felvételeket és reklámmentes podcasteket küldünk minden támogatónknak, és nagyon köszönjük az eddigi támogatásokat is, mert nagyon sokat jelent ez nekünk, többek között most új kamerarendszer tudtunk venni, úgyhogy még jobb minőségben tudják majd a közönség találkozóink felvételeit élvezni. Úgyhogy tényleg nagyon hálásan köszönjük a támogatásokat. Kedves Robert, neked is köszönjük szépen, hogy ma is itt voltál velünk. Én köszönöm. Viszontlátásra. És hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Mindenkinek szép napot kívánunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.